Idén már május 1-én elkezdődtek a szabadtéri programok Szekszárdon, de rohamosan közeledik a város egyik legnagyobb közösségi eseményének, a Pünkösdi Fesztiválnak az időpontja is, amely több évtizedes hagyományra tekint vissza a Tolnai Vármegye székhelyen. Ezen a három napon, május 27-e és 29-e között megtelik újra élettel a Béla Király tér, nagy színpad koncertekkel, kiváló helyi vendéglátók által készített finomságok, a Pünkösdi Fesztivál idejére időzített nagyon finom falatok, több szekszárdi pincészet, sörkínálat, csülök, és hát nagyon-nagyon sok kulturális program kíséri majd az eseményeket. Újdonság, hogy ezúttal a szekszárdi piactér is rendezvény helyszínként fog szolgálni, itt diszkóval várják majd a fiatalokat. A Pünkösdi hétvége egyúttal a gyereknappal is egybeesik, így a szervezők elsősorban a Béla Király téren készülnek a gyerekeknek, családoknak, például Báb színházzal. Továbbá a korábbi évekhez hasonlóan a Prométeusz parkban és a Szent István téren vidám park, kirakodóvásár és kézműves udvar várja az érdeklődőket. A város életében egyébként rendkívül fontosak az ilyen és ehhez hasonló rendezvények, mondja az alpolgármester. A Szekszárd megyei város közgyűlése a városi nagy rendezvényekre 50 millió forintot szavazott meg. Itt a két nagy rendezvény, a Pünkösdi Fesztivál és majd a Szüreti Fesztivál. Ez egy biztonságot, lehetőséget adott a Babits Mihály Művelődési Háznak, és hát azt szeretnénk jelezni, és azt szerettük volna mutatni, jelezni a támogatóinknak, szponzorainknak, hogy a város is a maximális lehetőségével beláll a dolgokba, és tisztelettel kérünk szépen mindenkit, akinek lehetősége van, támogassa a rendezvényeket. A szekszárdi Pünkösdi Fesztivál természetesen idén is kedvez a gasztronómia, illetve a borok szerelmeseinek. Őket a Béla Király térre várják majd a szervezők, egyebek mellett szarvasburgerrel vagy éppen rántott malacfüllel. És a hagyományokhoz híven a sztárfellépők sem maradhattak ki. Május 27-én szombaton az Omega, 28-án vasárnap Demjén Ferenc, 29-én hétfőn pedig Paulina kábráztatja el a közönséget.